Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok, jöjjön egy kis Warframe, ha azon csodálkoznátok, hogy én miért nem Európában nyaralok valahol, de igen, az történik, csak jelenleg Magyarországon vagyok, pont bejöttek a változások, így hát akkor beszéljünk róluk egy kicsit. Előző videóban bemutattam a Meget, amit ugye a csatornámra elugorva meg is nézhettek, mert úgy gondoltam, hogy a Meg az a Warframe, ami mindenki szívében, vagy egy ilyen kétes eséllyel jelenik meg, hogy most ez jó vagy rossz, úgyhogy a Megről csináltam egy külön kis ilyen bemutatót, szerintem a reworkja a Megnek fantasztikusra sikeredett, és most jöjjenek a Voltnak a változásai, de ezek ugye kisebb változások, mint például ugye van a Volt, van a Excalibur, Mirage, Valkyrie, tehát ezek nem kaptak olyan túl nagy változást, de kaptak annyira változást, hogy érdemes legyen róluk beszélni, úgyhogy ezeket egy videóban mutatom be gyorsan, gyakorlatilag. Voltnak az egyik lényegre törőbb változása, semmi extra, a speed, most már nincs olyan hatalmas fov, és ha társakról van szó, most már nem automatikusan gyorsulnak be a társak is a volt mellett, hanem ilyen energy drop, vagy bocsánat, ilyen, hát ilyen droppokat fog hagyni maga után a volt, amiben ha belemennek a társak, ők maguk is fel fognak gyorsulni, ha nem, akkor nem. Ugye sokan panaszkodtak, sokan nem szeretik, hogyha a volt az mindenkit begyorsít. Szerintem ez egy jó dolog. Az így jó lesz szerintem a voltnak. Viszont a leglényegesebb változás, és ezt érdemes így megmutatni, az a shieldjében történt, tehát a kis pajzsában, mert most már az a pajzs elmozdítható, ugye? És ennek a pajzsnak azért voltak gyengéi, de az egyik legfőbb gyengéje az, hogyha túl közel álltál hozzá, és egy bombard belelőtt, akkor, hogyha egy bombard belőtt, akkor ugye robbanás hatásba bele is tudtál halni. Na de, megcsinálták ám a trükköt az okosék, mert hogy most már mozdítható ugye ez a shield, és mit nem ad az Isten, miközben mozogsz, mozgatod ezt a shieldet, fogy az energiát, szóval figyeljetek oda, mert fogy az energia, de nem sérülsz. Ott bekaptam az előbb egy lövést, de amit látjátok, szemben nem sérülsz. És akkor most megnézzük a radiation damage-nek a hatékonyságát, amit látjátok. És jó esetben, ha nincs egyedül, mint ő szegény, amit látjátok, ott elkezdik egymás lőni. Na, ezt beszívtam. Tehát azért nem az, hogy megszűnik a veszély, de mindenképpen mindenképpen jól lehet vele bánni. És amit látjátok, tehát nem menjél ki a shielden kívülre. De amit ezzel be akartam mutatni az, hogy neki mehetsz vele nyugodtan hatalmas ellenfeleknek, mert No Para című történet, amíg van energiát, amíg tudod szemből tartani a shieldenet, addig nagyon jól megvan oldva. A radiation damage például ilyen magas szinteken, hogy 125-ös bombardok, pedig tenni fogja a dolgát. Nem nyugodhatsz meg, mert idő alapú. Szóval a voltot jelenleg kiúszhatod maximális időre, minél több időt legyen előtted a shield, vagy fogod és csinálsz egy olyat, és fölveszed azt, és azt viszed. Azt kell mondja, ez volt szóló túlélésében, szerintem nagyon sokat segít, azt kell, hogy mondjam, és egy nagyon jó harcossá teszi, mert mivel hogy a shield így van, lehet vele mozgolódni akárhova, lehet vele futni, tehát nem az van, hogy belassulsz, vagy ilyesmi, csak ugye az egyetlen hátránya, itt láthatjátok, hogy oldalról bekapott lövésektől nem fog megvédeni, szóval mindig igyekezned kell valahol magad előtt tartani a shieldet, és szemből fogadni az ellenfelet. Úgyhogy ez ebből a szempontból még mindig nem, de még mindig egy tök praktikus dolog. Annyi energiát nem von el, azt kell, hogy mondjam, azt, hogy viszed, de ugye minél többet mozogsz, annál gyorsabban van. Ha megállsz, akkor megállsz, de minden esetre nem egy rossz dolog, azt kell, hogy mondjam, hogy tudod magaddal vinni a shieldet, mert így aztán tudsz helyet változtatni, és a többi, és a többi. XL ugyanúgy le tudod rakni, körbe tudod ugyanúgy magad venni,
a témával ki, hogy szereti, lehet lőni, tehát rég nem, ez a shade változtatás a Boltnak egy egész jó dolog. Az Ultia a régi című történet, azt érdemes azért megmutatni, annyiban változott, hogyha jól olvastam, de mindjárt megnézzük. Igen, can contact turn to stage Tesla coils, damage is deal to turn Tesla coils, aha. Na, a lényeg az, hogy ja, extra damage-et fogsz leadni azoknak az ellenfeleknek, akik beragadnak az ultidnak a hatásába. Azt kell, hogy mondjam, tehát ennyiben van, megragadnak ugye, és hát azért nem rossz damage-et lehet velük kiosztani. Elég jól is lehet velük sebezni. A magnek mondjuk a 3-asa jobban fel tudja szorozni ezt a damage-et, és ennyi. Tehát semmi extra, a legszignifikánsabb változat az a 3-as, ugye a shieldjében van egy kis grafikai update, és most már a buildelés tekintetve mutatok egy olyat is, hogy mit csináltam én, a szevezés nulla formás buildelés, ja. Ez az én buildem, némi idő, némi minden, hogy őszinte legyek, lehet variálni több időre, több effektivitás, attól függ, hogy ki hogy szeret játszani a Volttal. Én így szeretek játszani, ez az enyém, szerintem egy nulla formás build-től ez nem vészesen rossz. Értelmet kap most már az Arcane Awakening, nekem a Sziandanában van. Mit csinál az Arcane Awakening? Másodlagos fegyverekre, ugye reload esetén, újratöltés esetén extra damage-et ad. És most már ennek az Arcane-nek bevallom őszintén, eddig sok nagyon értem, én nem láttam, mert szinte mindig elsődleges fegyvert használtam, de most már végképp van értelme ennek. Főleg úgy, hogy csak másodlagos fegyverrel lövöldözhetsz, miközben viszed a shieldet. Úgyhogy ajánlom az Arcane Awakening-et berakni egy Sziandanába vagy helmetbe is, Volttal együtt használni. Ezen túl biztos, hogy többet fogom használni a Voltot, mert sokkal izgalmasabb lett ezáltal. Egy kicsit csinálták volna szélesebb részest a shieldet, de jó lesz ez így, és mindenképp egy nagyon jó felfrissülés a Volt számára, szóval ez neki kellett, mert szerintem az egyik legalul használtabb karakter amúgy a képességei miatt legfőképpen, de most már azért nem egy rossz dolog. Most viszont akkor menjünk sorba, jöjjön az Excalibur, miben változott az Excalibur? Az Excalibur lényegében szinte semmiben nem változott, egyben viszont arra rájöttek, hogy Excalibur az OP as fuck című történet. És mivel, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon OP volt az Excalibur, ezért az ultián változtattak. Mi van nálam, Tipedó? Jó. Az ultián változtattak, azt kell mondjam, most már minél távolabb vagy az ellenfelettől, szóval minél távolabb vagy az ellenfelettől, se biztos addig elmegy, jó? Minél távolabb vagy az ellenfelettől, annál kevesebbet fogsz sebezni. Azt kell, hogy mondjam, szóval annak érdekében, hogy ugye, amit látjátok, csak 600-akat ír ki, annak érdekében, hogy nagyobbat sebezzen az Excalibur, gyakorlatilag közelebb kell menned az ellenfélhez. Na, ha közelebb mész az ellenfélhez, akkor már is szebb adatokat fog kiírni, amit látjátok. Tehát az látható volt ott egy ilyen 40 ezres sebzés is akár, habár nem is az legmegfelelőbb kard van nálam. Szóval minél közelebb vagy ezentől az ellenfélhez, annál nagyobbat fog sebezni, minél távolabb, annál kisebbet. Az igazság az, hogy ez nem egy rossz dolog, de igazából ugye annyira sebez még mindig az ultia, hogy amire oda kerül hozzád az ellenfél, már úgyis le van sebezve az élete, szóval. És amire ugye közel megy hozzád, megkapja azt a 40 ezeres sebzést, az Excalibur az még mindig elképesztően fog teljesíteni, akármilyen survival mission-on. De azt akarták ezzel elérni, ugye, és amit én nagyon hangsúlyozok, hogy az Excaliburnál ezt csináljuk meg, kérem szépen, mert az Excalibur erről szól, hogy használjuk már a Radial Blindot. És mert az Excaliburnak ez kell. Oda mész, baszki, és lezúzod őket egy perc alatt. Tehát a Radial Blind nagyon-nagyon hasznos az Excaliburnál, és mindig legyen használva, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog.
Amit még az ultiról kell tudni, ugye van ez most már ugye a Radial Blindos az ultizás közben, ez most már felét fogja felhasználni az energiának, mint a rendes Radial Blind. Tehát amennyiben belekerül neked egy Radial Blind, az ulti közben a Radial Blind fel energiát fog felhasználni, szóval némivel energiaköltségesebb lett az ultia ehhez képest. Ennyi. Az Excalibur nagy csodája, hát nagyon nem lehet rajta változtatni, és szerintem egy kicsivel jobb ez a változtatás, talán nehezítettek, de azt kell mondjam, az Excalibur-ra van talán az egyik legjobb buildem. Ajánlom nektek szeretettel, szerintem ez egy igen hatékony build arra, hogy sokáig menjünk bármilyen Survivor-ön. Van, még mindig van egy raid build, és most már az Excaliburnak nagyobb szerepe lesz a raidben, mint a Mirage-nak volt, azt kell, hogy mondjam. Azt is elmondjuk, hogy miért. És ez meg... Ja, ez meg a Draco build, mondjuk így. Jó, ha van mellette egy Trinity, de nem muszáj, azért 160 az effektivitás, és csak 160 a range. Ha ezek változnának, akkor már nagyon kéne egy Trinity, de így egy bizonyos pontját Draco-nak beállva tökéletesen lehozza a pályát az Excalibur, ha muszáj le tudni hozni egy kört is Trinity nélkül is, úgyhogy ezt használom ott. Szóval ez Solo Survivor, Survivor, Raid, Low Retribution raidje és Draco. Ennyi lett volna a nagy változás Excaliburban. Akkor ki legyen a következő, akkor ott volt Mesa, Mesa is változott. A nagy történet most már Mesánál, hölgyeim és uraim, hogy most már ha tetszik, hanem a másodlagos fegyverből táplálkozik a Peacemaker, tehát az ultinak az ereje, ja persze csak nincs semmi célpont, az azért necces, az ultinak az ereje az most már a másodlagos fegyvernek az erejéből fog táplálkozni, tehát az van rá kihatással, nem az elsődleges fegyver. És energia felhasználtság terén nem is olyan rossz, azt kell, hogy mondjam. Nem tudom, mit csináltak vele, de nem is figyeltem, hogy csökkentették volna az energiát, de hogyha ez tényleg így van, bocsánat, csak a félre nyomom a gombokat, csak hogyha ez tényleg így van, akkor viszont a mese az visszajött, kérem szépen. Szóval erre kell figyelni, azt kell mondjam, tehát hogy a másodlagos fegyver az most már, ami a mesa két kis tukkerére hat. Ennyi a történet. A következő történet a Shooting Gallery. A mesa az jelenleg, bocsánat, az elképesztő Survivor karakter lett, ugye. Létezik is rá többfajta bildelés, de van ugye egy általános szabályzat Mesa Solo Survivor bildelésénél, az ugye legyen sok energia, legyen kis effektivitás, legyen erő, stb. Nem kell, aki nagyon strange, ez egy ilyen egyformás Solo Survivor build, tökéletesen megfelel. A Mesánál ugye egy probléma volt, hogy az egyetlen komoly védelmi ereje, az a kettes képességében rejlett. Egyébként, bocsánat, nem is az a buildem. Ez még a Shooting Gallery is build, bocsánat, az ult is buildem, igen, várjatok, csak... Hol van? Ez az. Ez a Solo Survivor build mesára, ez pedig az ulti build mesára. Ja, szóval, és az egyetlen problémája ugye a Solo Survivor buildjével mesának, hogyha bekapcsolta a kettes képesség, az ugye ugrált a társak között, és ez rohadtul idegesítő volt. Mit csinál ez a kettes képesség? A szemben lévő, vagy bárhol lévő ellenfeleknek elrontja a fegyverét, magyarul nem lő rád az ellenfél, és ez hihetetlen hasznos, de amint négyen vagytok egy csapatban, vagy már ketten, ez a képesség leugrált rólad. Leugrált rólad, és téged védtelenül hagyott gyakorlatilag. Hiába volt bekapcsolva a hármas képesség, az nem tudott teljes körű védelmet adni. Ugye, na de most már a kettes képesség mesa körül végleges védelmet nyújt, miközben a társakon ugrálni fog még mindig, de mesa körül egyedül ott lesz és védelmet fog nyújtani végig, amíg tart. Úgyhogy a mesa jelenleg fölemelkedik a egyik legjobb solo survivor vagy survivor karaktereké, azt kell, hogy mondjam. És ha bár itt a kis mesa,
dologról, shooting gallery, bla 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 bla, peacemaker, bla bla bla, és ja igen, és csökkentették a peacemakernek és a kis fegyverének a statjait. Szóval, a lényeg az, hölgyeim és uraim, hogy valószínűleg egy kicsit csökkentették az energia felhasználtságot is, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ennyire mese sem zsabálta az energiát, mint most. Még most se semmi, de ráadásul most nem is a jó build-el vagyok itt. Azt kell, hogy mondjam. De hogyha átváltok a... Ahogy néztem, hogyha átváltok a... defense-es build-re, ami eddig rengeteg energiát zabált... rakjunk be nekik egy Ancient Healer-t is, mert... majd egy kicsit gyógyuljanak. Hát, hogyha bár nem hinném, hogy fognak nagyon. Már az energiafogyás az nem olyan sok. És mivel ugye radiation damage van a másodlagos fegyveremben, így a radiation damage is fog hatni az ellenfelekre. Szóval... ha megnézik az energiafogyást, még mindig nem veszélyes. Azt kell, hogy mondjam. Szóval a mesa megeshet, hogy vissza tud jönni a defense-ekbe? Hogy gyorsan lehozza a köröket? A mesa és a megpáros lehet, hogy újra együtt tudnak dolgozni? Ezt ki kell kísérletezni, srácok. Nos, ennyit volna a mesa. Még egyszer akkor megmutatom a bildeket. Egyformás build, szóval nem kell vele túlerőlködni. Tökéletesen megfelelt eddig és mindig is. Ez ugye a defense-ekre, ami az ultira alapozott build, és ez solo survivor, és most már tényleg az egyik legjobb solo survivor a mesa. Annak köszönhető, hogy a kettes képesség és hatása már nem ugrik le a mesára. Nos, ki legyen a következő. Mirázs, drága. Mirázsnál egy lényeges változás történt. Azon kívül, hogy a kettes képesség kicsit felerősítették. A kettes képességet ugye az volt, ami becsapdáz mindent című történet, és felrobbannak tőle az ellenfelek. Ez volt annak a története. De nem nagyon látom, hogy működne. Még jó, hogy be vannak csapdázva, igaz? Ja igen, sebzi őket. Ja nem, az igazából a carrierem. Na, most már sebzi őket. A lényeg az, hogy... megmozdulnak, ha belesétálnak, még mindig nem egy túl nagyszerű képesség, tehát azt kell, hogy mondjam. El lehet velük lenni szórakozni, minden olyan egyszerű képesség. A lényeg az, hogy megnövelték a sebzését, és most gyakorlatilag szinte mindenre rárakhatott, de... a másik dolog lényege viszont, és a raidesek emiatt szomorúak lesznek, az pedig az ultiában rejlendő. Egy kicsit megnövelték a diszkogömbnek a sebzését, viszont már csak azokra fog hatni sebzése, már csak azokat fogja bevakítani, amit látjátok, nagyon nem vakultak be, akik benne vannak ennek a gömbnek a látó határába. Szóval, hogyha... hoppá, szegények. Hogyha már nem vagy benne a gömbnek a látó határába, a mirás szart sem fog vakítani. Szóval hiába ütöm ki itt és csinálom ezt, amit látjátok ott távol, nincs az az effekt, a megvakulós effekt. Úgyhogy... gyakorlatilag a mesa és ultia című történet, de hogyha már innen vakítok, már valószínűleg benne van a látókörükben, azon kívül egy kicsit nagyobban sebez, most már meg fognak vakulni. Ennyi. Ezért mondtam azt, hogy az Excaliburnak és vakításának szerintem a sebesség, a gyorsaság miatt, az aktiválási gyorsaság miatt sokkal jobb szerepe jut, mint a Mirage-nak a Low Retribution féle raideken.
Kicsit elrontották, úgy érzem, az ultit, azt az igazi epikséget, bár emiatt sok bug keletkezett, hogy a Mirás feltartott egy egész pályát, ugye az ellenfelek nem tudtak bejönni, és megakadt a játék, főleg a Raiden volt ez nagy probléma, a Low Retribution féle Raiden. Én ezért is szerettem Mirását Excalibur-t venni, szerintem sokkal jobb munkát végzett, és fog is. Mirás Bildek, aki kíváncsi rá, jelenleg ez az egyik, ugye full időbuild, full egyes képességre húzott build nálam. Mirázsnál az egyes képesség az egyik legfontosabb, úgyhogy ez a build. Szükség esetén a Total Eclipse Augment mód, hogyha társakkal megyek és elfelejtek buildek között váltani, akkor még mindig legyen egy Total Eclipse, még mindig kapjanak egy kis buffot részemről. Volt egy ilyen raides build és nagyobb range-el, de ennek már szerintem sok értelme nincs, de aki szeretné használhatja még mindig, nem vészesen szar, úgyhogy, de én ezt használnám, a Mirázs az egyes képesség, egyszerűen és hadsereg királynője. Nos, ennyi lett volna ez a rész is. Beszélgessünk egy kicsit a Valkür. A Valkür elég banyolult ezért kapod, az egész az ultia körül forog, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már ugye a Valkürnek visszajött a régi buildje egy kicsit, amin én sokat őszintén szóval nem változtattam azóta. Még mindig időre buildelem a Valkürt, és még mindig benne van az Eternal War Rage combo, mert úgy érzem, hogy most már a Valkürnek ezek a dolgok, ezek visszajöttek, tehát a Valkür újra ilyen Eternal War-os buildelést lehet belőle kihozni, ugye némi extra élettel Steel Fiber. Ez a build, amit itt láthatok, újra értelmet kapott. Miért? Hogy lefordítsuk ezt, amit ide írtak. Még mindig sebezhetetlen vagy, miközben ultizol. Viszont most megpróbálom lefordítani, amit ide érte. Valkyrie Rage Mode, we tease then release the Berserker Frame, and we Ichiri on Hysteria a couple of times, nice releases, we are returning to this power to rain its issues, but it's still automatically Ultima Rage, yeah. The relationship between time spent in Hysteria and energy incoming damage has changed in 2 years. First, the longer you stay in Hysteria, the more energy will cost you, but energy drain is ramp up a cap. Szóval, minél többet maradsz Hysteriába, vagyis az Ultima, annál több energiát fog felhasználni a Valkürt, de viszont nem végtelenül sok energiát fog felhasználni, hanem meg van fogva, hogy tegyük fel, hogy ha minél több időt vagy ultival, akkor mondjuk másodpercenként, most mondtam valamit, 20 energiát fogsz elhasználni, de annál többet már nem. Szóval így növekszik 1-től 20-ig, most mondtam valamit, ezek nem számadatok, most növekszik például 1-től 20-ig, de 20-tól följebb nem fog menni ez a fogyasztás most. Ugye, megint csak mondtam valami. Nos, másodszorban, olvassuk el angol először. Secondly, while in hysteria, you are invulnerable. The current hysteria indicator and UE tells you how much incoming damage you absorb. The longer you stay in hysteria, the less effective the mitigation of incoming damage is on end hysteria phase. Ending your hysteria session should be done with care, ensuring no enemies are in range working hysteria or returning into the dark. They have to be able to see you. Or you make the damage. How you choose to spawn these enemies up to you, either kingdom or get safe distance. Na most, a következő dolog, amiben változott a hysteria, hölgyeim és uraim, az az, és lehet megpróbálom bemutatni, ugye, a dolog lényege, hogy látod, hogy hogyha megsebez az ellenfél, akkor látod, hogy mennyi sebzést nyertél el eddig, és megpróbálok többet elnyerni. Igen. Na, és ugye jelenleg, hogyha azt csinálod, hogy az ultit, látjátok a vonalat a Valkyr körül? Az a vonal, ha azon a vonalon belül netán kikapcsolod a hisztériát, akkor látjátok, ti nyelitek el azt a sebzést, amit kapod. Most megpróbálom annyira felsebezni magam, hogy teljesen elnyelj azt a sebzést. Ezt a vonalat kell figyelni, srácok. Ez a vonal az, ami azt diktálja, hogyha azon a vonalon nincs benne egy ellenfél, nyugodtan kikapcsolhatod a hisztériát, mert akkor nem tenyeled el a sebzést. Ha ezen a vonalon belül van ellenfél, akkor te fogod elnyelni a sebzést.
ő helyettük, mondjuk úgy, tehát ezt a 9600-10000 sebzés, amit jelenleg okozott az ellenfél, azt én fogom elnyelni című történet. Na most, minél több ideig vagy hisztériában, vagyis az ultiban, minél több ideig vagy, annál kevésbé lesz effektívebb a sebzés elnyelése, szóval egy idő után rá leszel kényszerítve, hogy az ultit kikapcsolt, nem beszélve arról, hogy egyre több energiát fogyasz, ami most már igen-igen relatív. Tehát most nézzük meg, hogy belehalok-e ebbe a sebzésre, megpróbálom kikapcsolni. Erről beszéltem, tehát hozzám se érnek, és bele fogsz halni, tehát az ultit úgy kell kikapcsolnod, és ez nagyon fontos, hogy ellenfél ebben a körben ne legyen. Oda mész hozzájuk, hagyod, hogy lesebezzenek, és ugye elhúzol a felébe a körbe, abban most bár nem sem sebeztek, azt kell mondja. Na, gyertek a szerencsétlenek. Szóval a lényeg az, hogy úgy kell ezt az ultit kikapcsolni, hogy ne legyenek a közelben, és akkor nem látnak, és nem lőnek. Na most ugye ezek még jó, mert ezek csak búcserek, és ezekkel nem kezdenek, de a probléma ott van, hogy sok ellenfél ugye lő rád 20 méteren távol felül is, szóval nagyon észen kell lenned, hol kapcsolod ki az ultidat, és azt kell, hogy mondjam, hogy most már át kell gondolni ezt a pédelést, át kell gondolni, hogy elége neki az, hogy ezt a buildet használod, ahol csak 300-300 élete van, mert sebezhetetlen vagy ulti közben. Ez a build újra úgy érzem, hogy értelmet nyert az Eternal Varos build, és nagyban megkönnyítheti a Valkürnek az életét, azt kell mondjam. És mert az Eternal War Augmented egy fantasztikus mod, ugye ha megölsz egy ellenfelet, akkor csak lehet, hogy nincs Lifestrike ebben a kardban nekem most. Tehát mindenképp kell egy kard, amiben van egy Lifestrike, az Eternal War, és ugye amit látjátok az FPS számlálat 28-40 másodpercig felugrott, tehát ha ölsz egy embert, akkor megnöveli az idejét, amiközben ugye benne maradhat az Eternal War-ban. Mit csinál az Eternal War? Gyorsabb kardozást tesz lehetővé. Gyakorlatilag, szóval újra visszajött az Eternal War-os időszak, hála Istennek, egy kicsikét, szerintem ez egy jó dolog, és az is jó dolog, hogy az ultiát egy kicsit így levették azt a hihetetlen OP-ságát, mert már tök unalmas volt látni, hogy a sortira mindenki valkyre jött. Mindegy volt, hogy milyen játék vagy, mert Valkyr az a túlélő frame, szóval szerintem kellett ez. Nos, ennyit a Valkyrről című történet, az Excaliburt már bemutattam. Trinity, hajjaj srácok, Trinity-t egy kicsit megszivatták, azt kell mondjam, beszélgessünk a Trinity-ről is. Trinity. Itt vagy. Jó van. Gyere, drágám. A Trinity-nek a változása a lényegében az ultiában történt. A leglényegesebb változás az ultiában történt. Ugye Blessing című történet. Na most a Blessing még mindig instant gyógyít valakit. Na de most. A Blessing még mindig instant gyógyít, de van egy úgynevezett Tenno Affinity Aura Range, ugye, hogy mert minden játékban azért kell közel maradnod a társaidhoz, mert hogyha közelben maradsz a társaidhoz, akkor gyakorlatilag megkapod azt a bónusz XP-t, amit ők a kéjei által szereznek. Tehát egy részét te is megkap, maradj a társaid közelébe, és akkor benne maradsz ebbe az 50 méteres aurába, ahol egyenlő a bónusz XP, és ahol most már a Trinity gyógyítani tud. Szóval még mindig instant felgyógyít, de Trinityhez egy 50 méteres távolságon belül kell lenni. Warframe világában az 50 méter az egy hatalmas távolság, azt kell, hogy mondjam, de mégis kicsi. Szóval most már nem lehet az, hogy elkalandozunk a pálya végébe, el a Trinity, majd a Trinity meggyógyít. Kurvála nem.
Átlag élet, átlag tenó élet, most már nem az van, hogy a blessing, ez a legjobb, ez is nagyon jó, most már nem az van, hogy a blessing az meggyógyít instant 100%-os pajzsal, mint régen, tehát a blessing mirázsot elkúrták, azt kell mondjam, mert most már úgy fog működni a blessing mirázs, hogy hiába dobod le magad elő a glévet, sebzed le magad nullára, és adsz egy 100%-os pajzsot 20 percen belül a társaidnak, ez már nincsen. Most már nézi az összes tenó átlag életét, akik ugye játékban vannak, és az átlag életnek arányában fogsz gyógyítani. Tehát ha, mit tudom én, nekem 100 életem van, neked 80, a Blessing Trinity meg lesebezte magát 10-re, annak az átlagát fogja venni, és annak arányában fog adni egy védelmet a Blessing, és ennyi. Ez, azt kell mondjam, hogy a Trinity-t igen-igen megölte, a Blessing Trinity-t, azt kell mondjam, a többivel nincs gáz, de a Blessinget igen-igen levette a skáláról. És ez nem feltétlenül egy jó dolog, főleg, hogyha például ugye a Blessing Trinity rengeteg játékhoz konkrétan szinte elengedhetetlen, de egyhez majdnem biztos, hogy szinte elengedhetetlen, mert lehetetlen életben maradni, szinte lehetetlen egy Blessing nélkül, nagyon macera, és az ugye az Jordan Verdict-nek a régye, de igazából szinte csak ott kell a Blessing Trinity, de ott tök jó, hogyha van, máshol nem annyira lényeges, de kedves Trinity, azt kell mondja, hogy a Blessing mániás játékosok azok most nem fogják szeretni a Blessinget. Azért, mert hiába ütik egymást, hiába nullázzák le az életüket, nem fognak tudni 100%-os védelmet adni a társaknak, mert az átlag életeket fogja venni. A társak is le kell legyenek sebezve, sajnos. De meglátjuk ezt még, hogy mennyire hatékony még mindig az az 50%-os shield, vagy az az 70%-os shield, tehát mennyire lesebzi. Szóval most már annyi szempontból jó, hogy nem kell már a glaive, hanem hogyha egy Blessing Trinity-vel vagy, akkor ahol jársz éppen, ahogyha látod, hogy csökken valakinek az élete, akkor fogod és blesszelsz egyet, nincs többé glévezés, mert már nem működik. Tehát csak fogod és blesszelsz egyet, működhet még, fogod és leszerzed magad, hogy az átlagot, hogy azt a bizonyos átlagot megnövelt, hogy több százalékot tudj adni, de úgy érzem, hogy már nincs szükség, és a Blessing Trinity ezzel együtt a hagyományos Blessing Trinity az meghalt. Buildek szempontjából, ugye én még egy régi hagyományos Blessing Trinity buildem van, hagyományos, az is eléggé eltérő, mint amit ti attól megszokottnak hívtok, hogy őszinte legyek, eléggé nagy port is kavart. Ez lenne az EV Trinity, tökéletesen működik, nincs rajta semmi, egy ilyen standard build, lehet vele elvézni, nagyszerű, és nálam ez volt a Blessing build. Na most, ez egy különleges build abból a szempontból, egy azon kívül, hogy két formás. Nem glaive-re volt tervezve, hanem egy másik fegyverre, a Talonz másodlagos fegyverére. De most már ennek sincs értelme, de az időnek, amit ad, annak még mindig van értelme. Úgyhogy, srácok, azt kell, hogy mondjam, hogy ez most már a Blessing Trinity. Eléggé durva változás, azt kell, hogy mondjam, a Blessing téren, és kezd meginokni a kis királynő gyógyító ereje a trónon. Nem tudom miért, de azt mondom, hogy vége már a kléves időszakoknak. Nekem van egy olyan érzésem, max annyiban, hogy a maximalista játékosok lesebzik magukat, hogy maximális százalék arányban tudjanak még mindig gyógyítani, de az sosem lesz már 100%, ha valakinek full az élete a csapatban. Szóval főleg egy raiden, ott szinte a blessing miatt az szinte mindenkinek mindig fullon van az élete, és nem, egyszerűen nem fogsz tudni 100%-os blessinget adni, csak akkor, hogyha mindenki kb. A halálán van, mert egy átlagot fogsz számolni az embereknek az életéből. Szóval, macera. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tanultunk valami hasznosat, remélem élveztétek a videókat. Facebookon érdemes nézelődni, mert rakok ki oda Warframe bildeket, hogyha kedvetek van, tehát sokszor nem az van, hogy megcsinálok egy videót, hanem kirakom Facebookra egy újabb bildet, szóval lehet nyugodtan követni Facebookon, feliratkozni tudjátok a dolgokat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!